Sziasztok! Ez a mai videó arról fog szólni, hogy hogyan rögzítsük a motort, illetve ehhez egy fantasztikus eszközt fogok nektek bemutatni, amit egy magyar fickó gyárt ráadásul. A motor lekötözésnek utánfutón vannak nehéz pillanatai, például az, amikor az utánfutók legtöbbén nem találsz megfelelő rögzítési pontot. És a sportmotoroknál az idő miatt nehéz megtalálni azt, hogy hogy tudod jól lekötni a motort. Ha az alsó villanyidat akarod megfogni, és ki akarod húzni oldalra a spanifert, akkor szokta kifelé feszíteni az idomot. Ezért nem lehet onnan lehúzni. Vagy le lehet, de akkor meg nem állnak eléggé kifelé a spaniferek, hanem nagyon közel vannak a motorhoz, ezért nem adnak neki megfelelő oldaltartást. Így aztán szoktak olyat alkalmazni, hogy a kormányvégeket fogják le, hát számomra nem annyira szimpatikus, és ezt a találmányt figyeljétek, fölteszek a felső villákra egy típus specifikusan ehhez a motorhoz gyártott két műanyag elemet, és arra fölteszem ezt a motor rögzítő eszközt, amivel utána tök könnyen tudom lefogatni a motort megfelelő szögben. És még arra is gondolt a készítője, hogy ha ezt az ember egyedül akarja csinálni, és elkezdi egyik irányból húzni, akkor ugye le akar villenni ez a rögzítő eszköz a motorról. Ezért kitalált hozzá egy ilyen átmenő tengelyt, amit könnyedén rá tudunk fogatni. Így aztán egyedül is könnyen le tudom kötni a motort. Nem billen le ez a távtartó. Apropó motorlekötés, fontos, hogy ne húzzuk meg túlzottan, tehát ne üljön össze teljesen a rugóstag, annak semmi értelme, csak nagyon feszíti a futóművet. A lényeg az, hogy stabilan álljon a motor, és előrefelé is le legyen fogatva, mert sokan csinálják úgy, hogy széthúzzák a motort, hogy az első felét azt előrefelé húzzák, a hátsót pedig hátrafelé, de hátrafelé fölösleges, hiszen megtámasztja ez a keret, tehát előrefelé a motor nem tud elmozdulni, viszont fontos, hogy a előrefelé neki húzzuk ennek a keretnek a motor. Tehát, hogyha például az én utánfutomon kicsit hülyén van ez a megoldás, nincsen előrébb olyan hely, ahol le lehetne fogatni, ezért ahhoz, hogy neki feszítsük ennek a keretnek, ezért a hátsó spaniferrel tudom azt elérni, hogy előre felé húzzam a motort. Tehát ezt fogja előre felé neki feszíteni ide. És hát olyannal is találkoztam már, aki nem húzza le a motornak a hátulját, mert hogy minek, de abból meg kialakulhat az a probléma, hogy egy esetleges ráfutásos balesetnél, és ez megtörtént eset, ha nincs lekötve a motornak a hátulja, akkor egyszerűen előre szaltózik a motor, és itt landol az autónak a tetején, a hátuljában. És akkor nem legyek, hogy összetört az autónak az eleje, még összetört a hátulja is, meg a motor. Szóval a hátulját mindig kössétek le, és előrefelé legyen lefogatva a motor. Én egyesben is szoktam hagyni a váltót, a biztonság kedvéért, és körülbelül ennyi a lényeg a lekötéssel kapcsolatban. Ez az eszköz pedig, amiről beszéltünk, ezt egy magyar fickó készíti, egy motorszerelő, nagyon precíz, lelkiismeretes figura, Kis Istvánnak hívják, a telefonszámát itt lent látjátok a videó aljában, hívjátok bátran, hogyha ilyen eszközt szeretnétek, szerintem nagyon-nagyon megkönnyíti az ember dolgát, én jó szívvel ajánlom. És ilyen szép, igényesen meg van csinálva, itt lecsiszolva, lekerekítve, gömbölyítve, hogy ne vágja a spanifert. Ezek a műanyag pogácsák pedig biztosítják azt, hogy ne karcolódjon össze a felső villahíd. Ezt az eszközt kifejezetten a GSX-nek erre az évjáratára gyártotta Pista, de tud készíteni minden motorhoz, tehát típus specifikus eszközt készít, illetve vannak univerzális eszközök is, amik többféle motor használhatók. Vagy van még egy olyan egyszerű megoldás, hogy mikrobusszal kell vinni a motort, és akkor úgy tudod megoldani az egészet, mint Szarka Gabi barátom. Annyi, hogy a kormányt el kell fordítani ütközésig.
És gyakorlatilag kész. És most hogy jössz ki onnan? Ez a szövegéketnek nehezebb. A fiatalok azok tök ügyükfenccel is jöhetnek. És igazából egyetlen egy darab gumifókkal lenne elkötni. Nagyon fontos, hogy a féket meg kell akasztani. Nem kell megtépni, csak meg kell akasztani, hogy húzza a féket. Tehát elég ennyi, hogy csak hogy húzza be a féket. Innentől kezdve ez nem megy sehova. Annyi, hogy célszerű még a hátulját megakasztani. Nekem van lenne még egy kötés. És azt simán egyszerűen egy fókkal be lehet akasztani. Tehát gyakorlatilag ennyi az egész, hogy itt is megakasztod egy helyen. Ez csak azért kell, hogy ne rázódjon ki. Szarútól ne tudjon kirázódni a hátulját. És ennyi. Nem megy sehova. Szóval a Szarka Gabi javaslata, hogy gumipók közd le motort a furgonba. Én a magam részéről ezt én nem javaslom. És azért nem, mert hogy ha bármi olyan eset van, mondjuk baleset vagy akármi, akkor azért a gumipókkal könnyebben elszabadul a motor, mintha le lenne rögzítve rendesen egy spanifellel. De amikor baleset van, akkor ezzel lehet, hogy is mindegy. Ezzel én nem értek egyet. Na, esély. Ezzel nem értek egyet, mert nézd, gyakorlatilag a motor, ha megnézed, a standeren támaszkodik meg. Egyes típusnál célszerű egy szivacsot ide betenni, nálam szőnyeg van föl. Feltámaszkodik elől, oda, meg a standeren. Oda mondod a szivacsot. Egy erős fékezésnél nem tud előre elmenni. Gyakorlatilag a gumipók semmi más nem fog, kigyorsításnál. Ha valami olyan vehemes járművel rendelkezel, ami keréken tud kigyorsítani, akkor hátrafele nem tud elrőlni. Ennyit fog a gumipók. Oldalirányba gyakorlatilag az oldalfalak tartják, semmi más. Ki van támasztva keréktől. A két kerék mindenképpen megtámaszkodik az oldalfalakkal. Kerékig ki van támasztva, tehát oda nem tud mozdulni. Az első kerékkel beletámaszkodik az első falba is. És mi van akkor, hogyha mondjuk egy ráfutásos balesetet szenvedsz, te nekimész egy előtted lévő járműnek? A fix hátfal megfogja. Értelemszerűen, ha nem fix hátfalas, akkor ott valami más megoldást kell keresni. Akkor rögzítés, vagy keresztfelvittőnek kell lenni, vagy valaminek, hogy ugye értelemszerűen ugye vannak a 9 személyes autók, azoknál valamilyen megoldást kell találni, hogy ne tudjon előre veszekedni egy ilyen esetben a motort. Igen, mert azért ez, akár is nézzük, ez 200 kiló, tehát hogyha nekimész annak, akkor ez 200 kiló hirtelen el akar indulni előre. Ugye a legtöbb dobozos autóban benne van az a hátfal. És ez van olyan erős, hogy az megtart egy... Simán, hát ugye, hogyha én telepakolom például bármi mással, bútorral, akármivel, ez azokat is megfogja. Aha. Tehát ennek ez a funkciója gyakorlatilag. Ha megnézed a kialakítását, eleve egy öblösre van kialakítva. Tehát, hogyha előre fele üti valami, akkor összefele kellene, hogy roppanjon. Meg alatta van egy küszöbb rész, tehát hogy nem tud előre menni semmilyen szinten sem. Tehát bármit csináltak vele. Akkor engem meggyőzött a Gabi, lehet, hogy akkor ez mégis működik. Ez 8 éve bevált. Olaszországi túrákhoz ezzel a módszerrel három darab motort szoktunk berakni. Annyi, hogy egy szivacsot szoktunk közé tenni, és a motorokat egymáshoz szoktuk kötni. És három motor kényelmesen befér, plusz a csomagok, plusz akik utaznak. Engem meggyőzött a Gabi, ezek szerint mégis lehet így motort szállítani, simán csak gumipókkal. Tehát a pakolásnak az egyik nagyon fontos részlete a deszka, ami szintén a gumipók mellett, nagyon sokan szoktak még a deszkámon is röhögni, ami gyakorlatilag feltolod egy filléres tétel, egyetlen egy nagyon fontos kitétele van neki, hogy kemény fadeszkának kell lenni. Nehogy véletlenül puha fadeszkát használjatok, mert az eltörik. Viszont a kemény fadeszkát nem tudjátok eltörni. Amíg Gabi visszapakol a buszba, addig elmondom, hogy mondott még egy fontos infót, hogyha úgy állsz fel a motorral, hogy egy ilyen deszkalapot raktál le, amiről az előbb beszéltünk, akkor és úgy tolod fel a motort, hogy berakod egyesbe, és így a kuplungot finoman ráengedve fel akarsz állni a motorral ezen a rámpán, akkor viszont figyelni kell, mert tud olyat csinálni, hogy kirúgja maga alól a rámpát, hogyha nincsen ugye ráfogatva, nincsen olyan hely, ahol be van akasztva ez a deszkalap. Nekem az utánfutón könnyű dolgom van, mert ott be van akasztva két pöcökkel, tehát ott én simán fölmegyek így a motorral, de erre figyelj, hogyha csak egy sima deszkalapot használsz. Ha úgy érzed, kihagytam valamit, vagy hozzáfűzni a témához, akkor bátran írd meg itt hozzászólásban a videó alatt, ha pedig tetszett, akkor kérlek, nyomj rá egy lájkot. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a videóban,
Ha esetleg kicsit izgalmasabb témák érdekelnének, mint például maga a motorozás, akkor nézz körül a YouTube csatornámon, vagy a Facebook oldalamon, Lővei Ádám a Motoros Jógi néven találsz meg mindkét helyen, sőt a Facebookon rendszeresen megosztom azokat a programokat, eseményeket, amiken te is részt vehetsz. Pályamotoros tréning, közúti tréning, privát tréningek, a meccsek legjobb útjait felfedező szerpentin tréning és hasonló izgalmas programok. És ha ezekkel kapcsolatban bármi kérdésed van, írj bátran a Messengeren. Minden jót! Ciao!